Üdv mindenkinek, sziasztok! Zozek vagyok a kabinból. Ebben a részben egy autó vásárlásról, illetve hát mondhatom azt, hogy új életre keltéséről szeretnék nektek mesélni. Mint említettem az egyik részben, én nagyon szeretek úgymond kabriózni, tehát kabrióautókkal jönni-menni nyár folyamán, amikor jó idő van. Egy ilyen kifejezett szabadságot ad ez a tető nélküli autózás. Volt egy Peugeot 207-esünk először, utána idővel vettem egy Renault Megane kabriót, utána lett egy kipufogó filterhibás Volkswagen EOS-unk, illetve idővel megvettem ezt a Volkswagen EOS-t is. Ez a Volkswagen EOS nekem nagyon tetszik. Jó formája van, tetővel is, tető nélkül is. Volkswagen technológia, tehát nem lehet alapból rossz. Mondjuk én kifejezetten automata váltósokat keresek, mert én, hogyha már van rá lehetőségem, akkor nem kavarnám a váltóolajat. Én már automata váltó párti lettem. Pláne úgy a Volkswagennek az úgynevezett DSG automata váltója, nagyon jó minőségű váltó, kényelmes, és már fogyasztásban egyáltalán nem produkál többet, mint egy normál kéziváltó. De ezt csak egy mellékvágányként mondtam. Tehát lényeg, hogy amikor megvettem az első EOS-t, Volkswagen EOS-t, akkor ugye volt különböző szakmai kérdésem ezzel kapcsolatban, ugye általában Google a barátom, tehát elkezdtem a interneten keresgetni. Illetve a Facebookon beléptem egy Volkswagen EOS tulajdonosok csoportba, itt Angliában. Úgy értem szerint angol nyelven megy a kommunikáció. Egy elég nagy csoport, elég sok taggal, elég sok tapasztalattal. És lényeg, hogy ugye miután én eladtam az első EOS-t, attól független tagja maradtam a csoportnak, és akkor ugye néha-néha így jöttek az értesítések, amikor valaki kirakott valami posztot, éppen mi történt az autóval, valaki vett autót, valaki el akar adni, és lényeg az, hogy egyszer csak följön egy ilyen, nem is hirdetés volt tulajdonképpen, hanem csak egy poszt, hogy valaki tárolta az autóját egy zárt parkolóban, és letakarta egy ilyen műanyag fóliával télen, ugye télen nem használják az EOS-t az emberek, ha csak nem feltétlen fontos. Ha valakinek van másodlagos autója, akkor általában az EOS-t csak ilyen nyári kabriózásra használják. Viszont amit tudni kell az EOS-ról, ez egy nagyon fontos információ, hogyha valaki esetleg EOS-t szeretne venni, hogy nagyon-nagyon hajlamos a beázásra. Egyszerűen van azt hiszem 6 vagy 8 vízzel vezető csatorna a tető különböző pontjain, és hogyha ezek nincsenek kipucolva rendesen időközönként, akkor eldugulnak, és akkor egyszerűen befolyik a víz az utastérben. Tehát az EOS egyszerűen konstrukcióhibás, nagyon-nagyon hajlamos a beázásra. Egyébként a csatornámon van egy videó, hogyha valakit érdekel, hogy néz ki egy Volkswagen EOS tetővel és tető nélkül. Ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan működik az EOS, amikor lenyílik a tető, illetve amikor visszacsukódik. Egy tényleg kicsit ilyen, mint ilyen Transformers-es beütése van a dolognak. Elég érdekes dolog. Nem is nagyon van más autó, én úgy tudom, amelyik így három részben nyitja ki a tetejét. Más kemény tetős kábrió van persze, a Peugeot is, az meg a Renault is, csak azok általában két részből nyílnak le, az EOS három részből. Vagányul néz ki, csak ennél több lehetőség van, hogy valami meghibásodik. És lényeg az, hogy az emberünk ugye betakarta, nem tudom én, októberben, novemberben a kis Volkswagen-jét, ugye ebben a műanyaggal, majd tavasszal levette róla, és sokkot kapott. Hogy atya úristen, mi történt az autóval? Ide most berakunk nektek képeket, aki csak hallgatja a videót, most egy pillanatra nyissa föl a telefonját, és nézze meg ezeket a képeket.
valószínűleg sokkoló lesz, és embereknek a többsége nem is fogja tudni, hogy én mi ez. Ez elmondom, ez kérlek szépen penész. Irdatlan mennyiségű penész. A penész hogy keletkezik? Ha valahol egy zárt térben, egy majdnem hogy hermetikusan lezárt térben víz van, és akkor ugye ott a penész elkezd szépen terjedni. Tehát az ember szépen bedunsztolta úgymond az autóját egész térére, hónapokon keresztül ezzel a műanyag fólia alá, de a probléma, ez még nem is lenne probléma. A probléma azzal van, hogy ő neki fogalma se volt arról, hogy a kocsiban 3 centi vastagon áll a víz. Ugyanis beázott neki a kocsia, csak hogy az emberek az első körben ezt nem veszik észre, ugyanis ha nem becsöpök konkrétan a tető illesztéseknél, akkor egyszerűen csak befolyik ilyen különböző rejtett helyeken a kocsi karosszérián keresztül a beltérbe, majd a kocsi aljára, a padlólemezre folyik, de belülről, és ott pedig a kocsi alján lévő 4-5 centi vastag hangszigetelő szivacs elkezdi felszívni a vizet. Tehát tulajdonképpen az ember nem nagyon érzi, hogy víz van a kocsiban, viszont ez az 5 centi vastag, nem tudom én, 3 vagy 2 négyzetméter szivacs annyi vizet képes fölvenni, hogy ez valami irdatlan. Nagyon-nagyon sok vizet tud fölvenni. Én nem akarok azt, de szerintem legalább 5-8 liter vizet szedtem ki ebből a kocsiból. Tehát lényeg az, hogy az ember nem tudta, hogy tiszta víz a kocsia a szőnyeg alatt, és egyszerűen bedúsztolta. Majd levette ugye tavasszal a fóliát, és ugye ez a víz, amit ott művelt bent, ugye a penésszel karöltve, ez valami katasztrófa, mint a képeken is látszik. És az köztudott, ugye a penész az nagyon-nagyon nem egy egészséges dolog, mert az nagyon-nagyon komoly légúti megbetegedéseket tud okozni. Tehát ha valakinek penész és a fala otthon mondjuk a lakásban, azt ugye nagyon gyorsan meg kell szüntetni, mert nagyon nem egészséges. Ez a kocsi meg ugye mondom katasztrofálisan nézett ki, hogy az ülések, a kormány, a váltógomb, a hátsó ülés, minden tiszta, de tiszta penész volt, vastagon, de nagyon durván. És lényeg az, hogy a csávó sokkot kapott, miután meglátta a penészt, és lényeg az, hogy ugye csinált egy pár fényképet, és fölrakta a csoportba, ebbe az EOS csoportba, hogy úristen, most nyitotta ki az autóját 4-5 hónap állás után, hogy most mi legyen ezzel az autóval, hogy most ebben nem tud mit kezdeni, mit érdemes ilyenkor csinálni. Ráadásul az autó be se indult, ugye, mert az akkumulátor le volt teljesen merülve, ugye ezek az autók már tele vannak rakva elektronikával, ugye ha sok idén nem kapnak az elektronikák áramot, akkor ugye azok is hajlamosak ugye benedvesedni belülről, ugye itt Angliában nagyon párás a levegő, bepárásodnak, elkezd rozsdásodni. Szóval semminek nem jó, hogyha valami vízben áll hónapokon keresztül, pláne, hogyha autóról beszélünk. És lényeg az, hogy fölrakott képeket, hogy ott mindenki elszörnyedt azonnal, hogy úristen, hát ez az autó, mi történt vele, hogy volt, mint volt, hogy lett ez, mit csináltál vele, és akkor ott leírta egy ilyen kisebb litániában az ember, hogy ő most, nem tudom, fáj a szíve, a felesége az bent sír a kanapén, hogy úristen, most mi ez az autóval, ők ezt az autót nem tudják tovább használni, hogy most akkor mit lehet ebben csinálni. És akkor mondták, hogy hát ezt ki kell dobni a kukába, ugye el kell vinni a bontóba, mert hát ezzel nem lehet semmit csinálni. És akkor én nézegettem a képeket, hát mondom, penészes, de hát azért kicsit utána olvasgattam, azért vannak nagyon jó minőségű penész eltávolító dolgok most már. Tehát ez egy tipikus látható, hogy foglalkozós autó. Tehát én is úgy óckodtam tőle, hogy hát mondom ezért pénzt kiadni, és elkezdtem nézegetni a piaci árakat, és hát ilyen 1000-1200 font körül lehet kapni olyan Volkswagen EOS-okat, amik hibásak. Tehát vagy motorhibás, vagy mondjuk az automataváltó hibás, vagy a tető nem működik, vagy esetleg mondjuk össze van törve. És ezeket 1000-1200 euró körül, vagyis font körül árultam, megint eurózok. Hihetetlen. Ha nagyon szakadék állapotban volt mondjuk egy Volkswagen EOS, ilyesmi évjárat, mint ez a penészes, akkor ez volt olyan mondjuk egy 800. De 800 alatt nem nagyon volt
Volkswagen EOS. És gondolkoztam, hát mondom, beajánlok az embernek egy összeget, aztán meglátjuk, mit mond rá. Rá is írtam, hogy a Volkswagen EOS csoportban láttam, hogy az autója az mi történt vele. Egy nagyon kedves segítőkész John nevezetű ember volt. Vissza is írt, hogy hát igen, hogy a feleség azóta is így csinál a kanapén, hogy mi lesz az autóval. Nagyon szerették ezt, de hát így ez nem, egyszerűen ez kuka, nem tudnak rá mit csinálni. Mondom, én tennék egy ajánlatot, hogy ha nem bánja, mert mondom, engem érdekel az autó. Mondom, megpróbálom megcsinálni, ha nem megy, akkor még mindig el tudom adni alkatrésznek. Azt mondja, persze, nem, semmi gond, azt mondja, mondjak egy árat. Bár ő jobban szeretné, hogyha inkább látná megint az autót az úton, akár csak valami klubtag által. De hogyha elbontom, az érdekli őt. És mondta neki, hogy ez a legutolsó tervem, mert valahogy ezt megpróbálni megcsinálni, mert mondani, nagyon szeretem az EOS-okat, azért is vagyok tagja a csoportnak, meg neki is ott már EOS-om, meg hát szóval beszélgettünk, levelezgettünk. És mondtam neki, hogy mondom, figyelj már, hogy hol laksz. És kiderült, hogy ő teljesen lelakik való Dél-Angliába. Fú, mondom, hát az meg jó túra nekünk. De mondom, nem baj, mondom, Berával, mondom, kirándulunk egyet, akkor meg volt már az autómentő. Mondom, kirándulunk egyet, megnézzük az EOS-t, hogyha szimpatikus, megvesszük. Az ember maga az nagyon, nagyon szimpatikusnak tűn nekem, és mondom neki, hogy John, figyelj, mondom, hát messze is vagy, megmondom az autó, és ki tudja milyen, mondom, be se indul, mondom, vagy be kell ott bikázni, egyáltalán nem tudom, mi van az autóval, milyen állapot a motor, a váltó, a tető, meg egyáltalán, hát mondom, figyelj, nekem ez, mondom, nem ér meg többet mondjuk 500 fontnál. Tehát beállítottam neki 500 fontot. Tudod, mit azt mondja, hogy nekem ez az autó itt most csak áll a parkolóban, egy ilyen lakóparknak a közös parkolójában állt az autó, tehát ott nem volt annyira útban, de azért csak úgy fölöslegesen ott tárolni egy autót, de biztos nem nézték a szomszédok jó szemmel. Tehát egy kicsit neki ez egy ilyen probléma is volt. Tehát az 500 fontra azt mondta, hogy rendben van, lehet róla szó, hogy legyen, mint legyen. Hát mondom, nézd, John, mondom, nekem le kell menni innen, mondom, ez egy legalább 5 órás túra. De mondom, lemegyek az autómentővel, megnézzük az autót, és ott megbeszéljük már a többit, hogy mi legyen, hogy legyen. Hát ugye mondtam, hogy küldjön már egy pár videót még, meg képet, hogyha lehet. Nagyon segítőkész volt, kiment az autóhoz, elkezdett videózgatni, körbe levideózgatta, lefényképezgette, volt egy-két ilyen kis külső sérülés rajta, de minimális, hát így az meg engem pláne nem érdekelt. És lényeg az, hogy egy egész jó felszerelt EOS volt ez. Tehát ez a DSG automata váltó, digit klíma, multifunkciós kormány, tehát elég jó kis autó volt, nem is volt benne sok kilométer. Megbeszéltük, hogy akkor nem is emlékszem, hogy aznap vagy másnap. Lényeg az, hogy valamikor megbeszélt időpontra, ami Berával ugye föl setupoltuk, vagy föl szereltük az autómentőt, és akkor lementünk teljesen Dél-Angliába. Megérkezünk, kijön az ember a házból, oké, szia, oké, John, én vagyok Zoli, hello, szia, akkor még lehetett kezet fogni, nem volt ilyen covidos bóckodás. Mondja, hogy hát a felesége ki se akar jönni egyszerűen, mert nem is akarja már látni az autót, mert elég volt neki, egyszer sokot kapott tőle, szóval nézzük meg az autót. Oda megyünk, kinyitottam az ajtót, hát akkor kaptam igazán sokkot, én is. Mondom, Jézus Mária, de hát a fényképek ezt nem adják vissza. Irdatlanul szar állapotban volt az autó. Tehát nagyon durván. Tehát így kinyitottuk az ajtót, és így nem akarok hazudni, de mondjuk a 2 centi átmérőjű kormány, az mondjuk volt 8. Ez egyszerűen a ránőtt, rajta keletkezett penész miatt. Az ülések tiszta zöld volt, minden, atya, úristen, az egész műszerfal. Tehát így álltam, és mondom, Jézus Mária, hát ez mondom, nekiesnék gőzborotvával, mondom, 3 napig kéne izomból gőzborotvázni az egészet belül. De hát ugye ez nem lehet, mert ugye minden elázik. Na mondom, hát ez nagyon gáz. Mondom, hát ez nagyon. Mondom neki, John, mondom, ez sokkal, de sokkal rosszabb, mint amire számítottam a fényképek alapján. Pedig küldött videót, meg fényképet, mindent, ugye próbáltuk megnézni, hát ez nem adja vissza annyira, mint amilyen az életben volt.
nagyon szarállapotban volt az autó. Fú, mondom, hát ebben nagyon be sem tudok ülni, hogy beindítsam, mert mondom, mert sem mész hozzányúlni, mert tiszta, egy merő penész az egész. Hát azt mondja, sajnálja, de hát ez ilyen. Na mondom, hát ez nagyon gáz, úgyhogy fő voltunk készülve, hogy az autómentővel vittünk egy csomó ilyen rongyot magunkkal, meg ilyen fertőtlenítő spréket, meg ablaktisztítót, meg minden volt nálunk. Hát mondom, nézd nekem elsőlegesen, mondom, be is kell indítani az autót, mert mondom, ez nekem nagyon fontos, hogy halljam, hogy a motor jár, hogy nincs a vezérléssel probléma, esetleg, hogyha úgy alakul, akkor mennék vele egy kört, hogy lássam, hogy az automata váltó minden működik, ahogy kell. Azt mondja, persze, semmi gond, szerintem is le van merül az akkumulátor, tehát be kell bikázni. Mondom, nem baj, hoztam magammal egy tartalék akkumulátort, tehát be tudjuk bikázni, tehát be tudjuk venni az akkumulátort. Valamennyire letakarítottam a kormányt, meg az ülést, hogy bebírjak ülni, meg ott a váltókart. Aztán beraktam az akkumulátort, ráadom a gyújtást, életre kert a műszerfal. Na mondom, eddig jó, mert legalább akkor itt áram alá tud kerülni a rendszer, ez már nekünk egy pozitív dolog. Megpróbáltam beindítani az autót, beindul, jár 3 másodpercig, leáll. Na, mondom, jó van, mi ez? Beindítom megint beindul, de pöcre indult az autó, 3 hónap, vagy 4 hónap, vagy 5 hónap állás után, tök jó, azonnal leáll. Na, mondom, mi van? Egyszerűen megjelenik a műszerfalon a hibaüzenet, immobilizer aktív. Na, ez ugye az indítás gátlás. Na, mondom, szuper fasza. Mondom, most mi lehet a probléma? Megint beindítom, megint jár 3 másodpercig, megint leáll. Egyfolytában műszerfalon ugye a hibaüzenet, immobilizer aktív. Na, mondom, jó, rádugom a kompjútert, a kompjúter írja, hogy valami hiba van a indításgátló rendszerrel. Hát mondom, ez szuper, mondom, akkor az autó nem tud menni sehova. Próbáltam kitörölni a hibakódot, nem lehet. Tehát az volt a lényeg, hogy valószínűleg a nagyon hosszú állás miatt az indításgátló rendszer elfelejtette az indító kulcsban lévő chipnek a kódját, tehát úgymond újra kell tanítani a kulcsot. Na, mondom, ez is egy jó dolog. Ugye azt én programomban nem tudom megcsinálni, én csak itt tudom olvasni, mi a hibája. És akkor írja, hogy egyszerűen a kulcs nem kommunikál rendesen a rendszerrel. Na, mondom, fasza. Tehát innen lehet tudni, hogy az autó ugye működik, hogy beindul, jár 3 másodpercig, majd amikor ő tulajdonképpen realizálja, hogy hoppá, nekem nem jó a kulcs, amivel beindítottak, nem megfelelő a kódolása, ezért leállítja az autót. Akkor megint beindítod, megint beindul, majd megint leállítja. Tehát ebben így lehet játszani, ameddig lenne benne az akkumulátor. A motor járt, tehát akkor a vezérlés meg ilyesmi rendben van, viszont menni nem tudtam bele, mert mindig leállt 3 másodpercünkben az autó. Hát mondom neki, mondom John, ez nekem nagyon nagy lutri, mondom, itt áll egy fél évet az autó, mondom, most kulcsot kell csak programozni, lehet, hogy kulcsot is vennem kell hozzá. Akkor egy kulcs legalább ilyen 80-100 font. Akkor azt programoztatni kell, akkor átmondom, ez így nekem nagyon gáz. Mondom, én ezt nem tudom, ez 500 font, ez nekem nagyon nem ér meg 500 fontot, ráadásul sokkal rosszabb állapotban van, mint gondoltam. Ráadásul kicsit tudom próbálni, hogy az automata váltó működik-e egyáltalán, vagy mi van az is, ugye ott áll hónapok óta. És ugye egy automata váltó tele van elektronikával, azért az necces. Hát, hogy mondom, ez így nekem nem ér meg 500 fontot sajnos. Azt mondja, hát jó, rendben, de hát akkor mennyit ér meg? Mondjak valamit, mert hát neki ez az autó itt most csak útban van, el kéne vinni, látja rajtam, hogy én tényleg egy nagyon segítőkész ember vagyok, és tényleg érdekel az autó. Ráadásul látta ott az autómentő, tehát én azt most akár, ugye nekem nem kell, hogy működjön az autó, hogy föl tudjam venni és el tudjam vinni. Tehát látta, hogy el is tudom mondani tüntetni az autót, hogyha kell most azonnal. Hát mondom, nézd, én ez nem mondom, 500 fontos semmiféleképpen, hát talán 300-at, de még az is necces, mert mondom, ráadásul ugye itt ott sérülve van, állj, mondom, ez nekem ilyen nyűg, mondom, én inkább, bocs, John, ezt mondom, az én úti költségem volt, hogy lejöttünk idáig, de mondom, én ezt inkább itt hagynám. De mégis mondjak már valami árat, hogy mennyi az a minimum összeg, amelyre elvinném az autót. Hát mondom, nem tudom, mondom, tudod mit mondom? Mondok neked egy bontós árat. Ez a bontós ár, ez itt Angliában annyit jelent, hogyha az autót most fölveszem tőle, megkapom a papírokat hozzá, beviszem az első bontóba, akkor kapok érte egy bizonyos összeget. És ugye elkezdtem az interneten nézegetni, hogy mennyi lehet ez a bontós ár ennek az autónak, és kidobta az internet, hogy olyan
100 és 120 font közötti összegért szokták a bontók megvenni a komplett Volkswagen EOS-okat, mindegy, mi baja van nekik, nem érdekel, csak egy darab vas, azt rakjam le, azt adnak érte 120 fontot. 100-120 font, ugye bontó válogatja. Mondom Johnnak, mondom John, hát 100-120 font, mondom, egy százas mondom, adok neked érte én is, és mondom, akkor mondom, max én megszabadítalak tőle, nem lesz vele több gondod, el tudom most vinni. Azt mondja nekem, figyelj, azt mondja, te nagyon nice guy, tehát ez egy ilyen nem az, hogy szép fiú, hanem ilyen nagyon rendesnek tűnök, azt mondja, tudod mit Zoltán, azt mondja, odaadom neked 90 fontért, de vidd el innen most. Mert neki ez csak gond, itt a parkoló felesége, és csak ott nem is akarja látni, és soha többet az autót. A 90 font, ugye, azt mondja, egy 10 fonttal hozzájárul ahhoz, hogy mi lejöttünk ugye Stoke-on Trentből, ugye nagyon hosszú út volt, vagy 4-5 órát utaztunk, de hozzájár egy 10-essel. Mondom, John, ez teljesen korrekt ajánlat, 90 fontot mondom, kifizetek érte, papírok mondom, vannak, persze, azt mondja, megvan a forgalmengedély, minden az ő nevén. Hát mondom, ez szuper. Úgyhogy de mondom, figyelj már John, én látom, hogy a rádió, nincs benne a gyári rádió. Mondom, hogy az hol van, nincs meg véletlen? Azt mondja, hogy hát megvan, de nem a gyári rádió van benne, hanem egy érintő képernyős, úgynevezett okos rádió van benne, egy Pioneer érintő képernyős rádió van benne, azt ő vette hozzá annak idején, csak ugye amikor télen letette az autót, leparkolta, akkor ugye kivette, hogy ne legyen egész télen bent ez a rádió. És mondom, hát mondom, mégis olyan hülyén néz ki ez a nagy luk itt a műszerfal kellős közepén, mert ugye ez ráadásul ugye két rádiónyi hely, ugye az érintőképernyős rádió. Hát olyan hülyén néz ki, mondom, nem adod el a rádiót hozzá? Mondom, hogyha nem is ebben az autóban, lehet, hogy máshol használnám. Hát azt mondja, beszélgethetünk róla. Hát jó, de hát ő azt 300 fontért vette tavaly, vadon a túljonnan beszereléssel együtt. Mutatta is egyébként utólag a receptet, a blokkot, tényleg 249 font volt a rádió, plusz 50 fontért szerelték be neki a Halfordsba. Tehát 300 fontjába került az a rádió, de egy nagyon jó Pioneer rádió, van benne navigáció, meg Bluetooth kapcsolat, meg de minden kutya fül, ami kell. Mondom, érdekelne, de hát mondom, figyelj, John, mondom, azért nekem 300 fontot biztos nem fogok érte adni. Nekem ennyit nem ér, csak kéne valami rádió bele mégis, csak hogy ne ez a nagy luk legyen itt. Hát azt mondja, mondjak valami árat, mert beszélt a feleségével, odaadják ezt a rádiót is, mert a felesége már semmilyen dolgot nem akar a lakásban tudni, ami erre az autó emlékezteti őt. Mert a felesége nagyon szerette az autót, csak hát ugye ezután nem lehetett használni. Tehát ilyen tulajdonképpen nagy bukóval el kell adniuk, mert pont ugye ők megvették, mit tudom én, tavaly, vagyis egy évvel korábban tavasszal, használták egész nyáron, télen lerakták, majd egyszerűen most meg nem tudják használni, mert tiszta penész az autó, és ők valami, nem tudom, 2000-2800 fontért vették az autót. Tehát elég drágán vették az autót, egy tökéletesen működőképes autó volt, csak ugye a penész az megette. És lényeg az, hogy hát John, rádió, mondom, én adok érte neked mondjuk ezért 30 fontot, nekem így többet, most már hirtelen nem ér meg ez az egész dolog, mert mondom, nem is tudom, egyáltalán működik, egy kicsit lehet próbálni. Azt mondja, tudod mit az Zoltán, azt mondja, a feleségem is mondja, csak oké, rendben, vidd el, nem érdekel az egész. Úgyhogy sikerült, igen, tudom, így elég szemtelennek hangzik, meg pofátlannak, beajánlani egy 300 fontos rádióra 30-at, de nem tudtam, működik egyáltalán. Jó, hát kivette ő, aki egyébként nem tudom, egy azt hiszem talán ilyen bútorasztalos, vagy mi volt talán szakmája, tehát nem is ért hozzá, nem tudom, hogy vette ki. De lényeg az, hogy odaadta a rádiót 30 fontért, meg az autóért kifizettem neki 90, tehát 120 fontért sikerült megvennem ezt a rettentő penészes EOS-t, ami beindul ugyan, de nem megy. Na de utána jöttek a meglepetések, meg a dolognak a lényegi része, de ezt majd a következő részben fogom nektek elmesélni. Remélem tetszett a videó. Ha igen, akkor ha megnyomtok egy lájkot, azt nagyon megköszönöm, illetve nem vagytok feliratkozva, akkor tegyétek meg mindenféleképpen, illetve nyomjátok meg a harang ikonocskát, hogy minden értesítést megkapjatok, hogyha új videót töltök föl. Ha megosztaljátok a videókat különböző internetes fórumokon, platformokon, annak nagyon hálás vagyok, nagyon köszönöm azt, ha jönnek esetleg még feliratkozók, annak még jobban örülök. Lassan jó lenne már elérni az 1000-et,
az egy ilyen kitűzött cél most a elkövetkezendő pár hónapban, úgyhogy hajrá, osszátok a csatornámat, minél többen legyenek, minél többen legyünk, minél többen megtudják a kis sztoriaimat. Remélem a következő részben találkozunk, addig is sziasztok!